Na, Laci, tedd le a telefont. Na, fostos, vagy... úgy bóka egyen meg. Na, szóval, szevasztok. Arról van szó, hogy csinálunk egy pár ilyen rövid videót ugye a podcastek közül, hogy legyen valami könnyen fogyasztható tartalom is. Fogalmam sincs, hogy ez most mi lesz. Nekem sem nem tudom. Kolos csinált nekem egy kávét, mert elég fáradt voltam adás után. És meg akkor... fogunk nézni egy videót. Hát reakció videó lesz. Ezt mikor találtad ki? Ma találtam ki. Kicsit legyen ilyen is, hogy legyen valami könnyen fogyasztható tartalom a csatornán is, ne csak a hosszú podcastek. Mivel egyébként elég jól beállt most már így az adás, és folyamatosan csináljuk. Meg egyre többen vagytok, aminek egyre nagyon örülünk. Köszi szépen. Mi is egyre többen vagyunk, így a háttérben is. Hogy vissza... A digitálisan a háttérben. Tudom. Digitálisan a háttérben, szóval, hogy visszamehetnénk a kezdetekhez, és megnézhetnénk az első videót, már. Ami a podcasthez kapcsolódik. Ne. Amit én vettem föl egyedül. És Laci tudja, mire van szó. Én azon mindig azt hallok, én minden héten megnézem. Ezt a videót fogjuk most megnézni. Jó, nézzük. Dani, te nem tudom, láttad-e. De múlt héten is kommenteltem hozzá. Igen, az a helyzet, hogy ez egy évvel ezelőtti videó, aki most hallgat minket a pusztán, az valószínűleg nem ismeri, mert ez az én csatornámon van. Ez az első próbafelvétel a Puszta Podcastről. És ugye azt tudni kell, hogy ugye ez úgy indult, hogy természetjáró podcast lesz. És tudtam, hogy Danival csináljuk, Laci még nem volt a képben. És így beraktam a kamerát, meg a mikrofonokat. A szomszédban laktam már akkor egyáltalán? Nem, mert ezt akkor még nyáron vettem. Nem, meg később költ. És összeköltöztél be. Azt hiszem, igen. Ja. És akkor így felvettem egy ilyen próbaadást, és ugye az... majd fogunk rajta nevetni, de hogy ugye mindig szétvágom a videóimat, mert ugye mindig az őzéseket, a lassú részeket kivágom belőle. Ez volt az első videómban, nem vágtam bele, mondom, ez podcast, ebben nem kell belevágni. És bele kellett volna. És bele kellett volna. Kolos a Mr. Zapszem. Érted? Mint a kezdő, de várjál, neked a fejlődésed, amikor Kolos leül, a Mr. Zapszem, 9. kisgyerek az iskolába az első órán, amikor még ki kellett írni a nevedet egy kis cetlira a sulipad elé, hogy a tanárok meg tudják tanulni a nevedet, és akkor Kolos a kis eminens, így leül, és akkor elmondja, hogy akkor miről fog szólni a podcast. Utána pedig, aki velünk folytatta utána a podcastnek az életét és a történetét, az látja, hogy rohadtul nem nincs már. Na, nézzük meg. Várj, a legutolsó túraszakaszunkról nem is beszéltünk annyira. Kezdjük el. Mehet. Menjen. De még ez a oldalra fésült hal is. Hát nem a megszokott háttérre jelentkezem most, ennek nyomós oka van. Milyen feszeim? Nem tudom, hova nézek egyébként. Tördeli a kezét, full stresszbe van. De mintha nem szerepeltem volna a kamera előtt eddig. Soha sem. Ma elindítunk egy közös kis projektet. Ez egy podcast lesz, hivatalos milyen néven Puszta Podcast. Így tudjátok majd megkeresni. Alapvetően de a polc már ott volt akkor is egyébként. Igen, viszont igen. Ott is volt egy kis vágás. A kalap majdnem a fejeden. A kalap is ott volt, basszus, tényleg. Ja. Meg a másik, figyeled, hogy az a mikrofon az, ami itt van Daninál, de ugye nem volt még a keverő, meg ez a másik két mikrofon. Az látod, mi az a sarokban az a mikrofon? Oh. Igen, az a döglött macska. Az egy lámpa állványra felszerelt kameramikrofon, amit egy Dead Cat van, és Dani abban beszélt az első adásban. Mit akarsz, fú, jó volt. De az lett volna fun fact, hogyha Kolos egy picit alrébb ülsz, és akkor pont a fejed felett lett volna az a kalap. Az nagyon sokat adott volna hozzá, basszus. Alapvetően természetjárással fogunk majd foglalkozni. Természetjárással. Bringázással, túrázással, vadkempingezéssel, de azért lehet, hogy néha lesznek elhajlások is. Néha, Laci! Ez teljesen megfordult. Hát vannak elhajlások. Ez kicsit ilyen közvetlenebb hangvételű dolog lesz, mint a YouTube videók, úgyhogy mi leszünk ketten a házigazdák, de szeretnék majd vendégeket is hívni. Előbb nem voltam nagyon rá. Kicsit olyan szekunder, nem? Kicsit szekunder. Nem tudom, hogy ennyire zavarban amúgy, magam sem értem, pedig már akkor egy éve beszéltem kamerával, nem tudom. Hát vendégeket sem hívtunk túl sokat. Lehet, te se tudtad még pontosan, hogy mit akarsz ebből kihozni. Fingom se volt. Már vannak kiszemelt áldozatok is. Nem tudom kik. A podcastot megtalálják meg a YouTube-on. Van egy ötletem. Pedig te mondtad. Nem tudom, kire gondolt. Beát be akartad húzni az adásban. Ja, igen, Beát azóta csak se jött. Nem jött. Vannak kiszemelt áldozatok. Nincsenek, akkorát kamusztam, mint az állat. Muszáj ott valamivel bepromózni a dolgot. Na. Ennek egy új YouTube csatornája lesz. Kolos a jelenség. Úgy, hallgassatok, aztán kérjük a visszajelzéseket, hogy szerintetek. Idáig érzem a naftalin szagot. Úristen. Na. Ennél már csak az én beköszönésem volt gyalázatosan. Na, majd ezt is megnézzük egyszer. Hát én is kíváncsi leszek, mert nagyon újak vagyunk ebben a témában.
Na jó. Hát azért köszönöm, ezzel még nem hoztam volna meg a kedvet. A... Lehet, hogy nem véletlenül nem néztek minket amúgy. Az elején. Várj, ez most még amúgy fenn van, de sem a YouTube-on. Igen. Ez fenn van a... Kodostok a csatornáján. Ez fenn van az én csatornám, ez a videó meg tudjátok nézni. Ja. Milyen, milyen megtekintésnek örvend? 633 megtekintés van rajta. Ja, na, úgyhogy így kezdtük, és most itt vagyunk. Ja. Tök jó, tök ja. jó. Úgyhogy van ennek, egy stúdió, természetjáráson, nem majd beszélünk. Majd nézzük meg az én legelső adásomat is. Belenézzük majd legközelebb, igen, valamikor Laci első szereplés, mert az is gyalázott. Laci még ennél is jobban meg volt szeppenve egyébként, Dani nem volt. És sosem ültem kamerá elé. Engem annyira nem. Dani nem volt egyáltalán. Én azt hittem, hogy podcast lesz, szóval pofázik el, és nem lesz kamera, érted? Ja, ja. És leülök, és mondom, Kalos, mit kell ott az a kamera elő? Szó nem volt, hogy nekem egy kamerába kell nézni. Mikor először bedobta az ötletet podcast, mondom, jó, úgy annyit tudtam a podcastról, hogy én legalábbis csak hallgatni szoktam a podcastet. Hát mondom, akkor jó, tök mindegy, azt így bemegyek, és akkor így... Ott a kamera. Csá, kamera. Miért kell kamera? Ja, hát, tök jó felvenni, de mindegy, hát a hangunk az érdekes, nem, ezek szerint nem. Apátok kitalálta, látjátok. Tényleg, kitaláltad. Ez csapatmunka, közös munka. Én kitaláltam az ötletet, és eljutottunk valahogy ide. Jó, köszönöm, hogy megnéztétek, like, dislike, és akkor ha tetszett, akkor írjátok kommenteket, hogy jöjjenek még ilyen videók. Mi szeretnénk, úgyhogy lesznek mindegy, mit írtok. Mennyit változott Kolos a legelső rész óta? Tök mindegy, hogy mit írtok, lesz. De kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. De tök mindegy, hogy mit írtok. Szavaztok, csá. Csüss.